nagy rohanás, itt vagyunk Kassán, még itt sem jártunk, és ezzel a csodás Pendolinoval fogunk csapatni. Még ilyen sem volt, nem igazán volt időm normális bejelentkezésre, mert rohadtul késtünk, rohadtul átépítés alatt van Kassa állomás, és rohadtul elegem van hirtelenjében. De most már elmegyünk, fogalmam nincs, hogy az elejére vagy a végére, mert hogy azt sem tudom, merre megyünk hirtelenjében. Egyébként 4 perc múlva indul, de ahogy látom, biztos ez is késett, mert csak most akadkodták, miközben ennek már 40 percre meg kéne állnia. Na a lényeg, mutatom nektek, aztán majd beszélünk róla. No, ő lesz majd a barátunk, és tényleg minden jó információt majd elmondok róla, csak nem most, mert rohadtul nincs erre már idő. Sajnos ez az egész utazás ideig ez kaotikusan alakult már onnan, hogy le volt járva a bérletem a BKK-n, szóval na mindegy, kaotikus volt. No, és akkor ilyen a belső tér. Egyébként ez egy Prágába tovább közlekedő járat. Itt lesz az első osztály, ahova mi nem vagyunk hivatalosak, úgyhogy ezen igazából áthasítunk gyorsban. Egyébként nem egy mai darab, 2000-es évek elején gyártották, ilyen 2003, illetve 2005 környékén. Ugye azért tud gyorsabban haladni, mint a többi jármű, illetve hát akkor még egy... Szóval, csak itt át kellett jutnom egy pár utason, szóval, hogy ugye ennél is a kocsi szekrénye dől, és egyébként a rekordot Csehországban 237 km/h Breclav és Brno között futotta, azt hiszem. Súldigunk. Itt pedig ugye egy kis bisztró részt láthatunk. És mi majd csak idáig fogunk menni. Meg nem kockáztatom most kimondani eme csodás megállási pontnak a nevét. De itt láthatjátok a megállási pontokat. Azt hiszem, hogy egyébként ez 4 vagy 5 megállási pont, ha mondjuk nem egy pendolinóval jövünk, hanem mondjuk személyvonattal. Na, innen meg viszont már bármi hova leülhetünk, hiszen másodosztályú hivatalosak vagyunk. No, tehát most már kicsit lenyugodtak a kedélyek, megvan a vonatunk, innen már egy kicsit kellemesebb a történet. Szóval ugyanúgy, ahogy a többi pendolino, nyilván a kocsiszekrény dől így az ívekben, gyorsabb sebességet tud képviselni egyéb társainál, illetve hát nem pendolino társainál, hanem egyéb motorvonatokkal szemben. És egyébként 2004-ben futotta azt a 237 km/h, és valóban jól emlékeztem, Breclav és Brno között, és valóban a 2000-es évek elején gyártották ezeket. Ugyanúgy egy kicsit megtévesztő, hiszen a kinézetük talán sokkal modernebbnek tűnik, már olyan szempontból, hogy a korát talán meghaladta a 2000-es évek elején, de szerintem például egy ilyen jármű a Desiro, és ilyen jármű, jobban mondva nem, tehát ellentétben egy ilyen jármű az Uzsdi, ami pedig nem haladta meg a korát, hiszen hogyha rájuk néztek, akkor nem gondolnátok, hogy az is a 2000-es évek elején gyártódott jármű. De hát most ne a vacak Uzsdikról beszéljünk, ami csak egy szutyok a Lajos-Mizsei vasút, gyönyörű vasútvonal vágányain, hanem beszéljünk Kassáról és a Pendolinóról. Most itt Kassa állomás, ez brutális átépítés alatt van, úgyhogy természetesen a leges legszélére, a másik oldali legszélére hozott be minket ugye keleti felől a vonat. Ugye van valami egyvágányozás is ott valahol Fizesabony környékén, emiatt gondolom én emiatt 15 perccel korábban is indul a vonat, amiről szintén nem tudtam. Lejárt a BKK bérletem, amiről szintén nem tudtam. Lekéstem azt a vonatot, amivel akartam jönni, amiről szintén nem tudtam még tegnap, de ma már ugye ezzel szembesülnöm kellett, és ezzel a vonattal viszont nagyon necces, mert nagyjából 10 perc átszállás van, és hát késtünk. Ugye már eleve úgy indultunk, hogy a keletiből 5 perc késéssel indultunk, abból lett már 10:60-ra, aztán ugye hoztunk Miskolcon, mert nyilván ott ugye több idő van, mert szétcsatolódik a szerelvény, egyik fele megy Sátoralja Újhely fele, másik fele ugye jön Hidas és Kassa fele. Szóval a lényeg, hogy nagyon paráztam, aztán Hidasban megint jók voltunk, de itt a mozdonycsere, ugye most ránk jön a szlovák gép, visszafele viszont ugye nincs mozdonycsere, tehát úgy történik, hogy Miskolcról kifele ugye magyar gépre, most egy Traxal jöttünk, lecserélik egy szlovák gépre, visszafele viszont a szlovák gép viszi Miskolcig. A lényeg, hogy késtünk 8 percet, szóval rohantam, mint az őrület, nem tudtam, hogy hol van a vonat, soha nem jártam még Kassán, úgyhogy igazán, hát igen, agy,
agy, tudjátok mi volt ma. Na, kicsit menjünk tovább, nézzük meg a szerelvény, mert nem azért jöttünk, hogy itt ücsörögjünk egyébként, mondjuk kényelmes, régen kellett volna indulnunk, de most már engem ez már nem érdekel. Aha. A másodosztályon azért ez elég vagány, hogy őszinte legyek. Közben megindulunk. Ja, azt hittem, hogy rajta kell, de rajta kell tartani. Tiszta király. No, elhagytuk közbe Kassát, hát ma jövünk ide vissza, mert most több videót fel fogunk majd venni. Igen, mondjuk Marcel szólhattál volna, hogy rohadt nagy átépítés van Kassán, mert egyébként itt tényleg nem olyan egyszerű A-ból B-be átjutni. Na mindegy. A lényeg az, hogy ez nagyon menő, és mindegyiknél láthatjátok, hogy vannak ezek a kis gombok, ezzel tudjátok ezt a kis, hogy is mondjam ezt, ilyen, hát ilyen fényszűrő, vagy én nem is tudom, most hirtelennyében még gondolkozni se tudok, annyira rohanós volt a történet. Egyébként az ülések kényelmesek, bár ezt mindig szoktam mondani, hogy ezt ránézésre megmondani nem lehet, hanem ülni kellene rajta mondjuk minimum egy órát, hát azt most nem fogunk. Itt lehet ugye a csomagokat elhelyezni, és nézzük meg, hogy a következő kocsi is egy ilyen, mert ha ilyen, akkor nem megyünk tovább, mert minket akkor nem érdekel, akkor itt üresen vagyunk. Hát nagyjából igen, csak teli van ülve. Nézzünk egy WC-t, viszont azt még nem láttuk. Na, ez hogy nyílik? Hát öcsém, pedig zöld. Na, csak. De jó Isten, hát én azt hittem, hogy látjátok, hogy ez ilyen dől, így bedől. Ilyen a WC. Vannak itt fura megoldások, és akkor ha becsuknám, akkor mi a halált kell csinálni egyébként? Hát nem tudom. Automatikus. Jó, csak nem kell neki semmi érzést adni, hogy kösz haver, becsukhatnád, mert kaksíznék, vagy ilyesmi. Vannak itt furcsa megoldások egyébként. Egyébként az ajtók gombosak. Így működik a sztori. Ugye egy picit, itt közben haladunk, egy picit a ICE szerelvényekre hajaz, vagy motorvonatokra. Egyébként ugye harmadszor mondom ezt a 237 km/h, de én úgy tudom, hogy jelenleg is a Cseh Vasúttársaság ezzel konkrétan pályaszám szerint, de egy ilyen pendolinóval tartja a rekordot, a sebesség rekordot, tehát a cseheknél a 237 kitaposása volt egyelőre a rekord, hát szerintem, hogy mondjam, nem szabad őket lenézni ezért, hiszen Magyarországon örülünk, hogyha egy kicsit Tataki járattól Hegyeshalomig mehetünk 160-nal a tömérdek lassú jellel együtt. Azért ezt erősen nem mondanám EU szabványperonnak. Sikerült arra a vonatra megvennem a jegyet egyébként, ami 35 percet késik, úgyhogy be fogom izélni, hablatyolni a személyvonatra magamat, mert az meg jön időbe, szóval hamarabb, és most nem akarok itt rostrokolni, ez a kisak, hát biztos nem jól mondtam, egyébként meg tudod a szép helyen nézhetek meg, hátam mögött is, ja, a hegyek, nagyon patent helyen vagyunk egyébként, csak itt nincs mit csinálni ezen kívül, most pendolíroztunk egyet, és most nem tudom, mi lesz a személyvonat, egy hernyó, vagy mit tudom én, mi lesz igazából. Sose jártam erre. Úgyhogy igazából itt most a kassai történetek első fejezete bezárul ezzel a momentummal.
lesz még videó, ugyanis több érdekességet is jöttem filmezni. Nyilván, ami baromira nem fog senkit sem érdekelni, azok a villamosok. Ezt szoktuk röhögni egyébként így ilyen közlekedési ismerősökkel, akik ilyen, már úgy értem, közlekedési videós ismerősökkel, vagy általánosságban tök mindegy, hogy hol van az ember, a villamosok marhára senkit nem szoktak érdekelni, hát függetlenül lesz egy villamosos videó, amit majd megnéztek ezeren. Úgyhogy nyomjatok egy hatalmas lájkot, legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. És a villamosos videón kívül pedig lesz egy igazi vasúti érdekesség. A Pendolino talán a modernebb érdekesség volt, ha lehet egy 20 éves motorvonatot modernnek nevezni, már végül is egyébként az, akkor ehhez képest majd egy olyat hozok nektek, ami viszont a másik véglet. Sziasztok!